Beindították a Fehér Holló Média Klub által üzemeltetett román-magyar könyvtár Máramarosszigeti fiókját, amely Ioan Johnny Popescu publicista nevét viseli. Az eseményre az újságíró születésének évfordulóján került sor, február 5-én lett volna 65 éves. A Máramarosszigeti könyvtár irányítói Mihail Manole muzeológus és Horia Piku fizika szakos tanár. A könyvtárban kizárólag román és magyar nyelven írt könyveket költ mégpedig magyar írók román nyelvű és román írók magyar nyelvű fordításait teszik forgalomban. A Máramarosszigeti könyvtár körülbelül 30 kötetet tartalmaz, számuk egyre nő és további adományokat várnak. Ezeket a közösségi hálón, a Facebookon meghirdetett kötetekből lehet válogatni. A kezdeményezés a román-magyar párbeszédet szorgalmazza. Célja, hogy a kultúra jelentős részét, az irodalmat megismertesse, egymás számára elérhetővé tegye. Ioan Johnny Popescu publicista lelkes kutatója volt a helyi történelemnek, és kiválóan beszélte a magyar nyelvet.